Idén már 5. alkalommal rendezte meg a Hegyvidéki Önkormányzat a 3 napos szabadtéri fesztivált, a Hegyvidéki Napokat. A rendezvény minden évben gazdag programkínálatot biztosít a látogatóknak, legyen szó akár sportról, gyermekprogramokról, gasztronómiáról, egészségről vagy zenéről. A Hegyvidék polgármestere Pokorni Zoltán szerint a fesztivál a színes programok mellett alkalmat nyújt az embereknek a kapcsolattartásra. Ezek a rendezvények apropót szolgáltatnak arra, hogy találkozzunk egymással, beszélgessünk, a gyerekeket egy kicsit kieleresszük a parkban, és azokkal az ismerőseinkkel, akik egyébként hivatalos ügyekben futunk csak össze, kicsit kötetlenebbül, lazában tudjunk találkozni. Itt van borkostoló, sörözni, kolbászt tenni, zenét hallgatni. De hát az összes többi az csak ürügy erre, a koncertek, a sportrendezvények, a egészségügyi vizsgálatok. Persze külön-külön ezek mind praktikusak, de a lényege szerintem az, hogy egymással találkozhatunk. Az idén egy újdonságként szolgáló sportprogrammal kezdődött a Hegyvidéki Napok rendezvénysorozata. A Sirály sétányon megrendezett 8. hopparádén 5 külföldi és 4 magyar távolugró mérkőzött meg egymással. A verseny hopparádé csúccsal 8 méterrel fejeződött be, amelyet a győztes Luis Felipe Meliz ugrott. A gála előtt rendezték meg a 4. korcsoport kerületi távolugró döntőjét is, ezzel is kiemelve a versenysport fontosságát a gyermekek körében. Mindenki kíváncsi volt erre a versenyre, unikális, érdekes, izgalmas esemény. Egyébként az volt a célunk ezzel a rendezvénnyel, hogy a gyerekeket, illetve az itt élőket megszólítsuk, és a gyerekeket úgy szólítsuk meg, hogy megértessük velük, hogy a sportolás, a versenyszerű sportolás, ez egy jó dolog, és a távolugrás is lehet izgalmas, lehet nagyon-nagyon látványos. Akik pedig eljöttek, ismert emberek, szerintem egy jó péntek délutáni eseményt szerettek volna látni, szerettek volna kikapcsolódni, és ők is szerettek volna egy rendkívüli sporteredményt látni. És szerintem, aki 7 méter fölé tud ugrani ilyen körülmények között, az már önmagában figyelemre méltó, és aki pedig 8 méter tud elérni, az pedig egész egyszerűen káprázatos. 3 nap alatt 3 diákolimpiai döntőt bonyolítottak le. A pénteken megrendezett távolugrást követte szombaton az úszás és a labdarúgás. Az utóbbinak mérkőzéseit Kassai Viktor vezette, akit 2011-ben a világ legjobb játékvezetőjének választottak. Rétai Gábor, a 12. kerületi Szabadidősport Központ igazgatója hangsúlyozta, hogy a sport fontos része a Hegyvidéki Napoknak. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó bevált diákolimpiai döntőnk folyik itt a háttérben most. Ez a Hegyvidéki Napoknak egy markáns része a sport. Ugye az önkormányzatunknak és a kerületnek ez a 3 napos ünnep úgymond, kulturális programokkal, zenével, borkostolással és a sporttal természetesen fűszerezve. Ez a 3 napos program adja a legnagyobb rendezvényét a kerületnek, Hegyvidéki Napok névvel. Ennek egy része az úszás, hátul mögött az 1-es, 2-es korcsoportnak folyik a döntője. De minden úszás nem, és a végén van egy váltó. Közben kint folyik a 2. korcsoportos labdarúgó torna döntője, szintén diákolimpiai versenyben. Itt 4 iskolánk jutott be. A Virányos Jókai Pannonia szakra és a Arany János iskola, úgyhogy most folynak a döntők. A Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az egészségügyre is. Így a látogatók a szombati napon részt vehettek a Hegyvidéki Egészségnapon, ahol szakorvosi tanácsadással és különböző szűrővizsgálatokkal várták az érdeklődőket. Ez egy fantasztikus lehetőség. Az egészségügyi személyzet, az orvosok és a szakdolgozók, védőnők, gyógytornászok közel kerülnek egészen ilyen testközelbe azokhoz az emberekhez, akit egyébként csak nagyon hivatalos körülmények között látnak egy szakrendelőben. Azon kívül az is fontos, hogy időben fölismerve a betegségeket, még a kezelhető állapotában foglalkozzunk vele. Nyilván a kórház számára és mi is a beteg számára elsősorban a legkényelmetlenebb helyzet, amikor egy elhanyagolt, nagyon nehezen kezelhető és hosszadalmas betegséget találja magát szembe. Úgyhogy mi szívesen állunk, mint János Kórház, az egészség prevenció és az egészség megőrzés ilyesfajta akcióinak az élére, mert ennek rengeteg hozadéka van mindenki számára egyaránt. Szombaton a Hegyvidéki Napok keretében rendvédelmi napot is rendeztek, ahol a kerületi kapitányság rendőrei, rendőrtiszti főiskolások, tűzoltók, katasztrófavédők és mentősök tartottak bemutatót. A fesztiválon bemutatták a rendvédelemben dolgozók munkáját, lehetőség volt kipróbálni a járműveket, illetve a rabosítás menetét is láthatták a látogatók. A mai nap az a közrendvédelmi napoknak számít itt a Hegyvidéki Családi Napok 3 napos rendezvénysorozatán belül.
Talán hagyományosnak mondható, hogy ugye a készítő rendőrségnek a zenekar az jelen van, és a megjelent vendégeket szórakoztatja. Ezen kívül jelen vannak a lovas rendőreink, vannak motoros rendőreink jelen, meg lehet nézni a gépjárműveinket is, ki lehet próbálni, hogy a kék lámpa sziréna hogy működik, hanggal hogy működik. Meghívtuk a bűnügyi technikai osztályt is, ami annyit jelent, hogy itt a rabosításnak a menetét nézhetik meg a gyerekek. A hegyvidéki napokra ellátogatott Fülöp Walter főkapitány helyettes, a BRFK bűnügyi igazgatója is, aki 2010-ig kerületi kapitány volt itt a hegyvidéken. Ő volt egyébként az ötlet gazdája 5 évvel ezelőtt annak is, hogy a rendőrség is részt vegyen érdekes programmal az ünnepségen. Örülök neki, hogy az önkormányzat ennyire magának érzi a közbiztonságot, a rendőrséget, az állampolgárokat, és nem halt el ez a kezdeményezés, sőt, ahogy körbenézek, csak fejlődött az évek folyamán. Én azt gondolom, hogy ez már egy olyan rendezvény, ami hosszú-hosszú évekig még boldogan élvezhetnek a hegyvidék polgárai, hiszen csak körbe kell nézni, rendkívül sikeres a rendezvény. A Gesztenyéskertben megrendezett hegyvidéki napok résztvevői koncerteken, kulturális programokon is részt vehettek. A koncerten fellépők között szerepel többek között Szulák Andrea, a Kaláka Együttes és a Magashegyi Underground is.